elindult a választási kampány, az ajánlások leadási határideje szeptember 9-e. 20 éves a Wittmann Robottechnika Kft. Bemutatták az egyetlen Magyarországon gyártott fröccsöntőgép típust. Megemlékezés és koszorúzás levélen a kitelepített németekre emlékeztek. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Elindult a 2019-es önkormányzati választások kampánya augusztus 24-én. Ezzel egy időben az ajánlóíveket is kiadta az önkormányzat. Az ajánlásokat szeptember 9-én hétfőn délután 4 óráig kell leadni. A helyi választási iroda közel 40 helyen háromlábú hirdetőtáblákat is biztosít. Az önkormányzati választás október 13-án vasárnap lesz. Még csak néhány plakátot látni a városban, pedig már augusztus 24-én elkezdődött a 2019-es önkormányzati választások kampánya. A helyi választási iroda már kiadta az ajánlóíveket, melyeket szeptember 9-én délután 4 óráig kell visszajutatni hozzájuk. Az ajánlásokat be kell szerezni, a választókerület választópolgárainak legalább 1%-át kell összegyűjteni, ez a 24 aláírástól a 31-ig terjed, ugye a körzet választópolgárainak számának függvényébe. Polgármester esetében egységesen 300 aláírást kell összegyűjteni. Az ajánlások ellenőrzése után az egyéni jelöltek és polgármesterek bejelentések következik. Ezt követően pedig a választási bizottság nyilvántartásba veszi őket, majd kisorsolják, hogy a szavazólapon milyen sorrendben szerepeljenek a jelöltek. A jegyző elmondta, ezzel egy időben a nemzetiségi önkormányzati választások előkészítése is zajlik. Ez esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek, mind a kampányra, mind az ajánlásgyűjtésre, azzal a kitétellel, hogy a nemzetiségi jelöltek megkapják a nemzetiségi névjegyzéket, hiszen csak az az érvényes ajánlás esetükben, aki a névjegyzéken szerepel, és ő írja alá az ajánlóívet. Kampányolni közterületen, illetve a közforgalom számára megnyitott magánterületen lehet. A jelenleg rendelkezésre álló plakátolási felületek, amelyeket a jogszabály megenged, az most is a városban vannak, illetve a helyi választási iroda által a közel 40 helyre kihelyeztetett háromlábú hirdető táblák adnak lehetőséget az indulóknak, hogy kampányt folytassanak és a plakátokat kihelyezzék. A szavazatszámláló bizottságok tagjait a 2018-as országgyűlési választások alkalmával megválasztotta a képviselőtestület, de a helyi választási iroda várja az új tagok jelentkezését is. A bizottságok felkészítése és az eskütétel október 7-én hétfőn lesz majd az egyetem fárépületében. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte Mosonmagyaróváron a Wittmann Robottechnika Kft. A nyílt nappal egybekötött ünnepségen bemutatták az egyetlen Magyarországon gyártott fröccsöntőgép működését is. Nagy István agrárminiszter az eseményen tartott köszöntő beszédében hangsúlyozta, a cég egy új iparágat honosított meg a városban. Egymás után teszi a szalagra a robot a műanyag viszkis poharakat. Egyebek mellett bemutatták az egyetlen Magyarországon gyártott fröccsöntőgépet is, a Wittmann Robottechnika Kft. Jubileumi ünnepségén. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a cég. Az ünnepséget dr. Werner Wittmann tulajdonos nyitotta meg, aki elmondta, annak idején egy kis céggel indultak, ma pedig már 260-an dolgoznak a vállalatnál. Nagyon reméljük, hogy a közeljövőben tovább bővíthetjük a telephelyünket, ez természetesen a vevőktől és a gazdasági helyzettől is függ, tette hozzá Werner Wittmann. Az eseményen beszédet mondott Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, mindig szükség van a fejlesztésre és az új kihívásokra. Ezt pedig jól mutatja a Wittmann vállalat Mosonmagyaróváron folytatott tevékenysége is. A robottechnika, a fröccsöntésnek a meghonosítása, ezen gépek előállítása, ez teljesen új volt itt Mosonmagyaróváron. És én ezért is fogalmaztam úgy, hogy 20 év nem nagy idő egy cég életében. Ugyanakkor egy ilyen típusú cég életében, aki precízus fejlesztéseken gondolkodik, itt minden év szinte 10-es szorzóval számítandó, hiszen óriási verseny van, és ide a legkiválóbb szakemberek szükségesek ahhoz, hogy ebbe a versenybe talpon tudjanak maradni is.
Mosonmagyaróvár életében ez az igazi nagy nyereség, azon túl, hogy természetesen gazdasági jelentősége van. Dr. Árvai István polgármester arról beszélt, hogy szoros kapcsolat van a cég és a város között. Mozgásteret részünkre ezek a vállalkozások adják, azok, akik befizetik azokat az adóforintokat, amikor meg tudjuk valósítani azokat a beruházásokat, ami a közösség céljait szolgálja. A polgármester hozzátette, egy komoly ipari beruházás kezdődik hamarosan, mellyel szélesebb fejlesztési lehetőséget biztosítanak a környéken lévő cégeknek. 70-100 hektáros ipari terület nyílhat meg egy állami támogatott útfejlesztési, közműfejlesztési hozzájárulás kapcsán. Nem utolsó sorban persze a városlakóknak mondom, ezzel a Moson belváros teherforgalom mentesítése is megtörténhet. A köszöntők után gyárlátogatáson vehettek részt az érdeklődők, de a cég legújabb gépeit is kiállították a csarnokban. A Wittmann cégcsoport világszerte 32 telephelyen rendelkezik. Főként európai piacokat céloznak meg, de szállítanak Amerikába és Ázsiába is. A levéli németek kitelepítésének 74. évfordulója alkalmából szervezett Levél önkormányzata és a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat közösen megemlékezést augusztus 31-én. Az eseményen átadták a levél díszpolgára elismerést is. A magyarországi német kisebbség himnuszának közös éneklésével és a Heidebóden énekzenekar közreműködésével vette kezdetét szombat délután Levélen a kitelepített németek emlékére szervezett rendezvény. Az eseményen beszédet Ritter Imre mondott, aki kiemelte, a megemlékezés a kitelepítésről, az előzetésről és az elhurcolásról szól, majd hozzátette, a II. Világháború után a két legszörnyűbb tragédia történt a magyarországi németekkel. Nem csak azért, mert több százezer embert elüldöztek és megfosztottak mindenétől, majd sokan életüket vesztették, hanem azért is, mert azt a több mint 200 éves múltat, amit Magyarországnak adtak az itt élő németek, derékba törték. Hosszú ideig tartott, sok évtizedig, amíg eljutottunk oda, hogy akik elűzve, elhurcolva vagy itthon maradva megszenvedték a magyarországi németségnek ezt a két tragédiáját, valóban elismerést kaptak, és azt gondolom, hogy akik már nem lehetnek köztünk, békében nyughatnak, akik pedig még köztünk vannak, és a leszármazottaik pedig újra emelt fejjel járhatnak, és büszkék lehetnek a német nemzetiségükre. Egy 1941-es népszámlálás alkalmával 303 ezer fő német nemzetiségűnek, míg 477 ezer fő német anyanyelvűnek vallotta magát. A II. Világháborút követően rendelet született a magyarországi német lakosság döntő részének kitelepítéséről, akiknek vagyona aztán az államra szállt. A II. Világháború végével sem ért véget a vesztes Magyarország megalázása és szenvedése, a német ajkúak brutális kegyetlenséggel történő kitelepítése 1946 és 1948 között zajlott, ami sok halálos áldozattal járt. A kitelepítéskor Mosonmagyaróvár és térsége, köztük Levél községe volt az egyik leginkább érintett terület az országban. Gott, segne Ungarn, dich o Heimatland, du Heldenwalde Christenheit, mit deutschem Herzen, treuer Schwabenhand, stehen fest zu dir wir, a megemlékezésen aztán átadták a levél díszpolgára elismerést is. Az önkormányzat ugyanis 2007-ben döntött úgy, hogy méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek, közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak a község fejlődéséhez, jó hírnevének növeléséhez. 2007 óta csupán 5 személy kapta meg a levél díszpolgára elismerést, amit idén ismét átadtak. A levél község önkormányzata képviselőtestülete a 128/2019-es számú határozatával posztumus levéldíszpolgára díjat adományozta Hans Schödl evangélikus lelkés részére, aki ezen elismerést az egykori hazáiból kitelepített németek összefogásáért, lelki gondozásukért, az egykori és mai levéliek közötti kapcsolatok ápolásáért és a levéli templomok felújítására szervezett adománygyűjtések során végzett példamutatóan önzetlen munkájával érdemelte ki, amely példa lehet valamennyiünk a jelen
és a jövő generáció számára. Az elismerést Hans Schrödl fia vehette át, aki köszönő beszédében elmondta, a díszpolgári cím az egész családnak sokat jelent. A megemlékezést és a díj átadását követően a tiszteletkoszorúit is elhelyezték az Újhely Imre téren. Lopni akart, de lebukott az a szlovák férfi, aki néhány napja betört egy pozsonyi úti telephelyre Mosonmagyaróváron. Kibontotta a kerítést, így jutott be. Betörte a autó ablakát és a motorháztetőt is megpróbálta kinyitni, de nem járt sikerrel. Megszólalt a riasztó, nem sokkal később pedig a biztonsági őrök a rendőrséget is értesítették. A járőrök átvizsgálták a területet, és a nyomokat követve egy közelben parkoló kocsi mellett egy gyanúsan viselkedő férfire figyeltek fel, akit igazoltattak. Átvizsgálták az autóját, amiben feszítővasakat és szerszámokat is találtak. A 34 éves szlovák férfit elfogták, és a helyi rendőrkapitányságra előállították, ahol ki is hallgatták. Beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a feltört autóból a CD lejátszót akarta ellopni. A rendőrök lopás kísérlet gyanúja miatt eljárást indítottak ellene. Röviden a csütörtöki időjárásról. Főként napos időre van kilátás, amit csak helyenként zavarhatnak meg kisebb fátyolfelhők. Csapadékra nem kell számítani, gyengül a légmozgás is. Mosonmagyaróváron és környékén 27 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Pápai Gyula, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha című magazin műsor következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!